Üdvözlök mindenkit, Szegedi Balázs vagyok. Az előadásom a digitális fotózásról fog szólni. Első körben áttekintjük a digitális fényképezőgépek típusait. Ez a típus a kompakt fényképezőgépek kategóriájába tartozik. Kisméretű, könnyen kezelhető, általában egyszerű objektívvel felszerelt fényképezőgépek. Előnyük a kisméret, a könnyű hordozhatóság, kezelhetőség, hátrányuk kiegészítők szűkebb mértékben alkalmazhatók hozzájuk. Második kategória bridge fényképezőgépek kategóriája, egy robusztusabb felépítésű az előzőnél, na jóval szélesebb tartományban használható, nagyobb átfogású zoom objektívvel rendelkeznek, jobb fogásuknak köszönhetően, szerényebb fényviszonyok mellett is jó minőségű éles fényképeket tudunk velük készíteni. Ha valaki kezdő a fotográfálás terén, érdemes egy ilyen kategóriával kezdeni. Ez a harmadik kategória, ez egy ilyen összfér kategória, a kompakt fényképezőgépek és a cserélhető objektíves tükörreflexes fényképezőgépeknek egy összemixelt változata. Egy alapvetően kompakt vázra szerelt cserélhető objektívvel ellátott fényképezőgépet látunk itt a képen. Elég drága fotós masinákról van szó, jó minőségű képeket lehet vele készíteni. Az objektív cserélhetősége révén nagyon széles tartományban használhatóak ezek sokféle munkára. Utolsóként említeném a digitális tükörreflexes fényképezőgépeket. Ez a legszélesebb körben, a profi között a legszélesebb körben elterjedt fényképezőgép kategória, a DSLR fényképezőgép, melyeknek egytől egyik cserélhető objektívjeik vannak, rengeteg kiegészítő kapható hozzájuk. A tetején a vakupapucs adapterben rengeteg dolog befoglalható. Portré markolattal, objektívvel, előtétlencsével, szűrőkkel, és egyéb kiegészítőkkel felszerelhető, és a fotósok előszeretettel használják nem csak fotografálásra, hanem mozgógép felvételre is. A mai modelleknél már a mozgógép felvételi alkalmas egység is beépítésre került. És térjünk át a fotós fogalmakra. Elsőként a fehér egyensúlyt tudnám megemlíteni. Ez az régi, az analóg fényképezés korában nem bírt még ekkora jelentőséggel, a digitális fényképezőgépek korában jött be és vált ismertebbé ez a fogalom. Aki videokamerával foglalkozott már, annak ez ismerős lehet. Mi is ez a fehér egyensúly? Ez határozza meg a képünknek a színhőmérsékletét. A képérzékelő automatikusan nem képes észlelni, illetve alapból nem észleli, aki a szemünk által látott fény színhőmérsékletét. Mi emberek, ha ránézünk egy felületre, és tudjuk annak a felületnek a színét, ismerjük annak a színét, legyen akár izzófény, akár neonfény, még automatikusan kompenzáljuk az agyunkkal, és beállítjuk a megfelelő színhőmérsékletet, ezért látjuk kevésbé sárgának, vagy kevésbé kéknek az adott dolgot, akár izzó, akár neonfényében, csak hogy a példánál maradjunk. A fényképezőgépnek, a digitális fényképezőgép képérzékelőjének azonban ezt meg kell tanítani, meg kell mutatni, be kell állítani, hogy helyesen exponált, illetve helyes színű képet kapjunk. A fényképezőgépen automatikusan van erre lehetőség, azonban a fényképezőgépek automatikája nem mindig cselekszik helyesen. Ha valakinek nem sikerült ezt beállítania, nem kell csüggednie, hiszen számtalan olyan szoftver van, ami erre alkalmas, és képes visszaállítani a helyes fehér egyensúlyát a képnek. Azok előnyben vannak, akiknek olyan fényképezőgépeik vannak, amelyek úgynevezett digitális negatív, azaz RAW formátumban, valamiféle RAW formátumban képesek fényképezni, hiszen ők a utólagos konverzió során minőségromlás nélkül képesek a helyes fehér egyensúlyt beállítani a fotójukon. No de nézzük azt, hogy hogyan tudunk mi a fényképezőgépen még a fotózás előtt helyes fehér egyensúlyt beállítani. Alapból általában a fényképezőgépek 90%-ában ez a 8 féle beállítás létezik, illetve inkább úgy mondanám 7 féle, mert az utolsó Kelvinben beállítható színhőmérsékletet nem minden fényképezőgépnél elérhető. Alapvetően a fényképezőgépek valamiféle Kelvin fokban értelmezik ezt a színhőmérsékletet, illetve így van meghatározva hivatalosan ez a fogalom. Egészen az ISO fényétől a fluorescáló fényen át a napfény, felhős, vaku, árnyék, illetve automata fényesúly beállítást is tudjuk választani. Az egyéni beállításnál, mint mondtam, létezik egy Kelvin fok alapján megadható színhőmérséklet, illetve egy fehér tárgy betartása az objektív elé, és arról egy mintakép készítése során a fényképezőgép képérzékelője automatikusan beállítja az adott fényviszonyok mellett a helyes fehér egyensúlyt. Imád néhány piktogram, ami a fényképezőgépek memóriájában, illetve a képvázon feltüntetésre kerül a fehér egyensúly beállításakor.
gépek 98%-ánál ezek a piktogramok szerepelnek. Az utolsó a jobb alsó sarokban jelzi a manuális felegyenesű beállítást, amikor nem a Kelvin fok alapján határozzuk meg, hanem valamiféle fehér papírlap vagy fehér tárgy lefényképezése során állítjuk be a fényképezőgépünk számára a helyes fehér egyensúlyt. Térjünk át a mélységélességre. Mi is ez a mélységélesség? Ahogy a fogalom is mondja, a mélység élessége a térben. Jól látható, hogy a bal felső képnek az előtere éles, tehát a virágokat látjuk élesnek, a háttere szinte teljesen elmosódott, míg a jobb felső sarokban lévő fotónál a háttér viszonylag éles, közel hasonló élességű, mint az előtér. Ez a mélységélessége szoros összefüggésben van a rekesz értékkel, amit az objektívünkön lehet állítani, illetve az objektíven állítunk a fényképezőgépünkön keresztül általában. A mai fényképezőgépeken már szinte 99%-ban a gépfázon kell állítani ezt a rekesz értéket. A rekesz érték tulajdonképpen a fényképezőgépünk, illetve az objektívünknek a pupilla nyílása. Minél tágabb rekeszt állítunk be, minél nagyobb a lyuk, annál kisebb a mélységélesség, ahogy az ábra is mutatja, minél szűkebb rekeszt állítunk be, mélységélesség annál nagyobb lesz. Viszont, ha a rekeszt szűkítjük, egy egységnyi idő alatt beáramló fénymennyiségét is csökkentjük. Tehát egy nagyobb rekesznél, azonos fénymennyiség mellett egy világosabb, kevésbé bemozdult a fotót tudunk készíteni, míg kisebb fény mellett azonos rekesznyílással, azonos idő alatt fényképezett fotónk általában bemozdultabb lesz. Ez fontos szem előtt tartani a rekesz és a mélységjelenség változtatásánál, de erre később még ki fogunk térni. Itt egy összehasonlító ábra, a mélységjelességet jelzi a térben, a rekesznek a változtatása mellett. Látjuk, hogy ez az F2-es érték, ez egy viszonylag nagy rekeszt jelöl, ehhez tartozó sötétkék négyzet mutatja a mélységélességet. Az F16-os érték egy viszonylag szűk rekesz, ott ez a világosabb kék vonal mutatja a térben elhelyezkedő mélységélességet. Látjuk, hogy jóval tágabb tartományban éles marad a képünk, míg az F2 értékében egy jóval szűkebb élességi tartományt kapunk. Egyébként az F után jelölt szám pont folytatottan arányos a rekesznek az értékével. Minél kisebb számot jelöl ez az F-érték, annál tágabb, minél nagyobb számot jelöl az F-érték, annál szűkebb a rekesz. Zársebesség. Korábban már említettem párszor a zársebességről, nézzük, mi is ez. A zársebesség tulajdonképpen azt jelenti, hogy mennyi ideig van nyitva a fényképezőgép zárja, mennyi ideig engedi be a fényt. Minél tovább van nyitva, annál több fényt, természetesen minél szűkebb ideig van nyitva, annál kevesebb fényt enged be. Ez több tényező függvénye, hogy mekkora zársebességet kell kiválasztani adott fénykép elkészítésénél, alapvetően a rekesz, illetve a fénymennyiség függvénye. Illetve nem utolsó sorban, hogy milyen hatást szeretnénk elérni a fényképen, ezt is tudnunk kell a helyező zársebesség beállításakor. Ezt példázza itt a képen látható fotó. A bal oldalon egy viszonylag rövid záridő mellett készítették erről a forgókerékről ezt a fényképet. Itt ez egy kevésbé bemozdult fotó, kevésbé hatásos, még a jobb oldali, szubjektív véleményem. A jobb oldali kép egy sokkal hatásosabb, egy jóval hosszabb záideig készült fotó, aminél nagyon szépen elmosódtak a forgó keréknek a fényei. Az zársebesség tudatos használata mellett nagyon jó hatásokat tudunk elérni a képen, úgynevezett dinamikát tudunk vinni a fotónkba. Be tudjuk vinni egy állóképbe a mozgást. Érdemes ezt próbálgatni a fényképezőgépen, illetve kitapasztalni, hogy egyes fényképezőgépek, illetve főleg egyes objektívek különböző illetve különböző rekesz értékeihez, különböző fényviszony mellett milyen zársebességet érdemes beállítani. Az általánosságban elmondható, hogy minél szűkebb rekeszt használunk, annál jobban meg kell növelnünk ezt a zársebességet, minél tágabb rekeszt használunk, annál kisebb zársebességet kell alkalmaznunk. Ha például valaki vízesést szeretne fényképezni, annak az a titka, hogy az zársebességet viszonylag hosszúra kell hagyni, tehát mondjuk egy negyed, egy tized másodperces zársebességet kell beállítani, hogy a vízesés kellően elmosódott, kellően homályos legyen, jobban bele lehessen vinni azt a mozgás okozta dinamikát. Egy másik fotó szintén az zársebességről, zársebesség változtatásával, növelési, illetve csökkentésével egy forgókereket akár állóra, akár teljesen elmosódottá tudunk fényképezni. Érdemes otthon kipróbálni. Egy harmadik fotó, szintén a zársebességgel játszik a fotós, egy viszonylag hosszú záridőt választott ki, a fotóalanyunk ül, míg egy másik segítője egy égő gyertyát hordoz körbe a fotóalany nyaka körül, és ez alkotja ezt a
lángcsóvát a fotó a nyaka mellett, nyaka körül. Az álsebesség, illetve az áridő és a rekesz összefüggése, amit korábban is említettem, minél tágabb rekeszt használunk, az áridő annál ahhoz képest csökken, minél szűkebb rekeszt használunk, az áridő ahhoz képest növekszik. Tehát ezt érdemes mindig a rekesz állításnál figyelembe vennünk. Megnéznünk, hogy van-e állvány, rendelkezése áll-e állvány a fotózáshoz, vagy sem. Izóérzékenység, fényérzékenység más néven. Ez nem más, mint a képérzékelő fényérzékenysége. Ezt régebben az analóg fényképezésnél maga a film tudta, amit befűztünk, olyan filmet választottunk ki, amit szerettünk volna, ha tudtuk, hogy napos időben fogunk fényképezni, akkor egy viszonylag alacsonyabb ISO érzékenységű filmet használtunk, ha tudtuk azt, hogy borongosabb időben akarunk fényképezni, akkor egy magasabb ISO érzékenységű filmet kell használnunk. Az ábra azt szemlélteti, hogy az ISO érzékenység az hogyan függ össze az áridővel. Az ISO érzékenység száma minél magasabb szám, minél nagyobb szám, annál rövidebb záridő tartozik a fotó elkészítéséhez. A fényképezőgépünkbe beépített képérzékelőnek a fényérzékenysége annál magasabb, annál kevesebb fény elegendő a fotó elkészítéséhez. Azonban azt nem árt tudni, hogy minél magasabb ISO érzékenységet használunk, annál valószínűbb lesz az, hogy a fényképünkön úgynevezett képzajok, ilyen fehér-fekete pöttyök jelennek meg. Fényképezőgép típusa válogatja, hogy melyiknél milyen izóérzékenység mellett jelentkezik ez a jelenség. Általánosságban azt el lehet mondani, hogy a kompakt fényképezőgépeknél ez akár már ISO 800-nál, ISO 400-nál is jelentős képminőségromlást eredményezhet, míg egy professzionális tükörreflexes fényképezőgép esetében még az ISO 3200-as beállítás mellett is viszonylag élvezhető képet tudunk készíteni. Ennek oka a fényképezőgépekbe szerelt képérzékelő mérete. Míg a digitális tükörreflexes fényképezőgépek esetében ez egy viszonylag nagy, az úgynevezett fullframe-es fényképezőgépek esetében egy 24x36 mm-es képérzékelő, addig a kompakt fényképezőgépek ennek töredéke akár 1 cm-szer 2 cm-s képérzékelő is lehet. És minél kisebb képérzékelő, minél nagyobb felbontás, annál közelebb vannak ezek az érzékelő pontok egymáshoz, és annál hajlamosabbak ezek a képérzékelő pontok az öngerjesztésre, ugyanis a fényképezőgép izóérzékenységének állításakor gyakorlatilag a képérzékelő pontok szenzibilitását állítja a szoftver magasra, így kevesebb fény is egy olyan gerjesztett állapotot tud létrehozni a képérzékelőknél, aminél viszonylag élvezhető képet tudnak, és kevésbé bemosodott képet tudnak elkészíteni, vagy rögzíteni a fényképezőgépen. Tehát érdemes ezt az értéket minél alacsonyabban tartani. Hogyha álló tárgyat fényképezünk, akkor ha a fényképezőgépünk nem tud magas izóérzékenységgel élvezhető képet készíteni, akkor mindenképpen használjunk állványt, vagy helyezzük fix pontra a fényképezőgépünket, vagy várjunk egy jobb időt, vagy egy jobb fényviszonyt, amikor tudunk fotózni. Itt az ábra, amiről beszéltem, az izóérzékenység növelésével hogyan változik a képen észlelhető képzaj. Mondom, ez egy általános elv, alapvetően minden fényképezőgépben jellemző, hogy növeljük az izóérzékenységet, növekszik a képzaj. Kompakt fényképezőgépeknél ez fokozottan előjön. És itt szeretném a választási szempontokat egy kicsit befolyásolni, hogy elsősorban, hogyha valaki fényképezőgépet választ, és kompakt fényképezőgépben gondolkodik, soha ne azt nézze, hogy mekkora felbontású a fényképezőgép. Ugyan sajnos minél nagyobb felbontás van belezsúfolva egy adott kis képérzékelőbe, annál szűkebb fénytartományban használható a fényképezőgép. Ugyan az automatika lehet, hogy tud 3600-12400-as izóérzékenységet is, de Ezek a képek, amik ilyen érzékenység mellett készülnek, illetve olyan fényviszonyok mellett, ahol már ezt az automatika ezt az érzékenységet állítja be, ezek általában élvezhetetlen, nagyon rossz minőségű képet adnak. Azt nézzük meg egy fényképezőgépet, amikor kiválasztunk, tudnunk kell, hogy mire szeretnénk használni, szeretnénk-e bővíteni a fényképezőgépünket, illetve akarunk-e
később komolyan foglalkozni a fotózással. Ha nem akarunk, csak hobbi célra akarjuk használni, akkor gyakorlatilag bármelyik kompakt fényképezőgép megfelelő. Ha szeretnénk tanulni, megtanulni fotografálni, akkor olyan fényképezőgépet válasszunk, aminél vannak manuális beállítási lehetőségek, illetve valamilyen módon egy kicsit fejleszthető, bővíthető. Ma már nagyon olcsón elérhetőek a tükörreflexes fényképezőgépek is, tehát közel egy bridge vagy egy kompakt fényképezőgép árán is be lehet már ezeket szerezni. Ha valaki gondolkodik a fejlesztésben, én mindenképpen vagy egy bridge, vagy pedig egy olcsóbb tükörreflexes fényképezőgépet tudnék javasolni neki. És akkor nézzünk egy áttekintést az zársebességre, mélységélességre és az ISO érzékenységre. Jól látszik, hogy az zársebesség növelésével a kép egyre bemozdultabbá válik, ez a kék ábra mutatja. Az 1.125-nél még viszonylag állóra fényképezték ezt a kerékpárost, azt szemlélteti ez a kör alakú ábra, még itt a másiknál már elmosódott be. A mélységélesség növekedésével pedig jól látszik, hogy az F értéket ahogy növeljük, úgy növekszik a mélység élessége a térben. Az ISO érzékenységnél pedig szemlélteti az ábra a képzavarodás jelenségét a izóérzékenység növekedése mellett. Egy áttekintő ábra a színhőmérséklettől, mit is jelent ez a színhőmérséklet? A 10.000-től egészen az 1000-ig, vagy fordítva az 1000-től a 10.000-ig terjed a gyertya, izzó, kelőnap egészen a ködös borult égboltig.